Meg így is nagyon sok idő mindenhova odaérni. Akkor ha nem lenne full staminánk, akkor meg ötször annyi idő lenne. Akkor a távolságok vannak az emberek közt. Na, itt vagyok újra. Valami internet probléma volt, vagy valami hasonló. Most sajnos pedig meg kell várnunk, mert fúdom van a szerve. Sorban kell állnunk. Addig még betöltelszadok vízzel rok és kacok. Na, itt is vagyok. Úgy látom már tölt is befele. Úgyhogy megyünk a military repülőtérre. Megpróbálunk ott cuccokat szerezni. Habár már nem sok minden kell, inkább lőszer kellene csak. Mert van lőszerem annyi, hogy meg eladó is. De viszont abba a fegyverbe, amit használok, abba nincsen csak 30 darab. Mazinba van, Vajgába van. Csak abba az MCX, vagy milyen fegyver az, majd mindjárt megmutatom, mert nem emlékszem. Az az MCX, SIG MCX-be nincsen csak 30 darab. Úgyhogy a MVSS szettünk van. Old Eszekerbe nem érdemes bemenni, mert annyian vannak bent, hogy úgyse vesszük észre, hogyha valaki bujkál a tetőn és lelő. Na, mint mondtam, hogy annyira messzire csinálták egymástól a helyeket, hogy ez valami borzasztó. Mondjuk Possestrából fel akarok Tukba menni, ez egy 15 perces séta, futás. Most is legalább 3-4 percig szaladnunk kell, hogy odaérjünk. Jó, hát a Csernarusz map az meg még durvább. Volt olyan, hogy az egyik társammal, mire megtaláltuk egymást, volt vagy 3 óra hossza. Térképet nem találtunk, hogy akkor kezdtünk el játszani a játékkal.
Nagyon, nagyon durva. Fush Forest, ja. Hát, faszom ki van. Nagyon messze van. Szia, szia. Kurvára messze van az a hely. Eltörd már a lábad. Hát mindig szalad, de most legalább van cucca. Van pár cucca a Jóska gyereknek. Elég komolyba vágta magát itt ezen a szerveren. Van neki mindene. Ja. Megöltünk egy pár embert, itt vannak a dögcéduláik. Akkor elvettünk tőlük mindent. De hogy az kéne. Azt a kurveget, lehet, hogy ide? Hát nem is tudom. Nagyon messze vagyunk. Vaj, kiszedem belőle. Á, most azok is fognak jönni, tényleg. Nagy kullancs izé lesz. Mizéria. Hát azt mondom. Utálom a kullancsokat. Ez az akadás. Akadás. Volt már, noha? Egyszer volt. De a macskába mindig szokott lenni. Belemegy a fejébe. Nagy csúnya kullancs. Jó, lassan ott vagyunk. Oké, sok is. Muszáj, mert soha nem tudni, hogy kis szaros dög belemászik az emberbe. Ez mi volt? Ez olyan bum 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 bum. Az ott valaki építkezik az erdőbe. Hát, hogy valami állatot lő. Mi van itt közelünkben? Jaj, nem, hát itt vannak a városban, persze. Ide jönnek be a nagyok.
Összeszedik a cuccokat, bemennek a városba, felülnek a legmagasabb épületnek a tetejére, és akkor onnan puffogtatnak. Nem értem, hogy ennek mi értelme van. Általában a kezdőket dobja be a városba, hát most nincs nálam semmi, és akkor lelő. Jó, hát most lehet, hogy messziről nem tudja, hogy nincs nálam semmi. De én nem szeretek a városba kempelni. Inkább mászkálok a helyek közt. Meg kéne sütnöm a kajákat. Remélem nem fog találkozni ilyen 3-4 fős csapatokkal, mert láttam, hogy sokan úgy játszanak. Volt olyanok, akik 5-6-an voltak. 5-6 emberrel azért már nem nagyon tudok mit csinálni. Úgy, itt milyen üresség van. Érdemes kacsázni, nehogy ellőjenek. Mennyire vagyunk? Már nem sok van. Még egy jó 2 perc ott vagyunk. Egy jó 2 perc. Jött ki valami új Battle Royale. Tudtad, Máté? Szereznem kell egy hangtompítós kis pisztolyt az állatokra. Mindjárt vagyunk. Mindjárt ott vagyunk. Ők én ennyit nem bírtam. Szarvas. Ennyit nem bírnák szaladni. Ha igaziból kellene. Most 1 kilométert egy folytába. Én már fejre álltam volna. És érkeztünk, már látni az épületeket. Na itt biztos, hogy lesznek. Úgyhogy okosba kell itt dolgokat csinálni. És itt ezen a térképen az a lényeg, hogy ugye nincs olyan, mint a Namaskba, hogy éjszakon kezdő gíres emberek, délen ugye full gíres emberek. Itt bárhol találsz normális fegyvereket, nem kell éjszakra vagy délre menni. Úgyhogy itt bárhol lehet olyan ember, akinél akár jobb fegyver van, oda kell mennünk. Akinél akár jobb fegyver van, mint nálunk. Na. Király. Ezt már észrevetted volna. Dagatra szívja magát.
Hál' Istennek észrevenni egyből. Az ember végig simítja. Hát már abba belemegy, akkor ott bajok vannak. Abból kivenni fájdalmas. Mi az disznó? Aha. Tehén, vagy disznó. Valaki megölt és nem szedte össze a husikáját. Lehet várom kellene egy picit, nem? Van-e mozgás? Ez baj, nem ismerem ezt a helyet. Hát lehet, hogy van még itt valaki, jaja. Várok egy kicsit. Hát ha. Előbukkan. Mégis. Csak amikor elkezdő felvágni a disznót, akkor lelőjük. Nem akarok beleugrani egyből, mert akkor úgyis lelőnek. Mint szokás szerint. Piros szövet? Hol? A madár. Meg, milyen piros? Valami írás. Jaj, az! A militári? Nem tudom. Itt van a térképen, hol van? Itt. Valami militári kastély. Nem tudom, hogy most itt NPC-k vannak, azokat meg lehet ölni és elvenni a lootjukat. Vagy most, hogy ez micsoda? De majd megnézzük, fogalmam sincs, mi az a military kastély. Még nem néztem meg. Á, pont a másik irányba vagyok. Itt vagyok teljesen. De majd átmegyünk, így. Megnézzük, csak itt ezt kilútolom ezt a helyet. Hát elég csendesség van. Nincs mozgás sem. Meg itt a fák árnyékába. Az a baj, hogy fekszik a player, hát ezt nagyon nehéz észrevenni. Aha, ott a player. Remélem nem látott meg. Visszament a disznóhoz. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Őj már, de mi van veled? Bánat. Az baj, szerintem a lövésünket levédte a fának a galja. Csak ott kellett volna maradnom.
Még egy picikét. Azt tudja, hogy itt vagyok. Valahonnan tudja, hogy itt vagyok. De hol? Az baj, ő lát, én még nem látom őt. Tudna egy kicsit jobban lőni, már megölt volna. Jaj, hát jön. Hű, ember! Meg van vadulva. Mik ezek a dobozok? Kaptatok cédulát, kávori. Ó, mi ez a Star Wars-os pajzs? Kaja, gyújtó. Kell. Jöhet. Milyen fegyver volt nál? Mozin. Az nem kell. Okay. Jó, mi ez sok minden itt? Ember? Ó, egy M4. Oké. Okay. M4, M4, M70 Tundra. Tundrát azt kicseréljük. Mazinra. Mazint azt eldobjuk. Na nézzük, szóval van itt nekünk egy M4-es. Jó, szerintem ez kurva jól néz ki. Ez maradhat. Ezt eldobjuk. MG4 magazin. SKV. Csejtek a Mobox. Várjunk, a fegyverem ott hagytam, ugye? Ja, nem, itt van. Itt van, itt van. Oké. Okay. A másik meg itt van. Jó, akkor ide a snipert. Ide pedig a kis fegyvert, ide meg az M4-et. Itt a kis fegyverünk. 9x19-es. Szerintem az elég gyenge. És nincs hozzá hangtompító. Tudjuk, hogy ez kurva jó, ez a fegyver.
Ásval magazin. Milyen kell ehhez? Nekünk 300 BLK. Olyanunk nincs. Ez 408-as. Egy helyre kéne dobálnom mindent. Ez 408-as. 308. Ezeket kidobálom francba, minek? Felesleges ez a 308-as. Ebből van nagyon sok, ebből volt a csávónál nagyon sok. De miért volt abból neki ennyi sok? Öt egész 56x45. 308. Pisztoly lövedék. Ja, azt azért mondom, hogy az nagyon sok... ott nagyon sok a tár. Úgyhogy lehet, hogy visszamegyek, és akkor azt elhozom én is. Ja. 5,56x45. 5,56x45. De viszont van ehhez is. Nekem egy csomó lőszerem. Ja. Ez kurva jó az a fegyver. Tárat azt elrakom, a fegyvert meg eldobom, mert nincs hozzá lőszerem, ugye? Lőszerem nincs hozzá, nem tudom használni. Felesleges. De viszont a tárat azt megtartom. Tárakat azért tartogatom meg, hogy ugye, hát ha találok fegyót, amihez jó lesz. Háromszáznyolcas az mihez kellene? Milyen fegyverhez való 308-as? Jó. Mesterlövész, mi? Akkor ez nekünk nem is kell. Vagy nézzük csak meg a mesterlövészt, azt, hogy ez a hármas. Ó, pont ahhoz kell nekünk. Aha, a tundrához. Pont a tundrához kell nekünk a 308-as. Lapu a Magnum. A lapu ára emlékszel? A Zarma 2-ből. Hát ez a fa. Na jó, gyerünk innen, mert visszajöttek. Visszajöttek. Bújjunk el, és akkor majd visszamegyünk. Az a baj, hogy még mindig nem pakoltam össze magamnak itt a dolgokat. Ez nagyon gáz, hogy a fának a galja, meg izé levédi a cuccokat.
Most csak visszajöttük a hullájukhoz. Valószínű. De nem hagyom nekik, hogy kilútolják. Most bujkálnak. Jó, itt nem tudnak átjönni. Nála egy AK volt. Inni való. Inni való. Kis pisztoly. Semmi más. Nem tudom beazonosítani pontosan, hogy honnan lő. Csak lövöldözd el, lövöldözd el. Azaz. Nem szeretném, hogy a gránátot dobnának be ide. Biztos, hogy valahol fekszik. Ki kell innen mennem? Engedd már, ne? Körbe megyek, teljesen. Muszáj új pozíciót felvenni, mert tudják, hogy ott onnan tudok menni. Lehet, hogy le kéne lépnem innen, ugye? Folyamatosan fognak visszajönni. Ezt nem, ezt dobom ki. Hm?
Siess, siess. Jó, ezt meg eldobjuk a francba. Hol a táskám? Itt van. Ha nem. Így. Hát, reméljük. És akkor nála volt ugye, ő hozzá van egy csomó fegyösszénk, tárunk. Jó, gyerünk innen. Push forest! Menekülj innen! Tanja vannak, mint a bront. Jó. Na. Ez marad nálunk ez a fegyver, mert ez kurva erős. Akkor... Van nálunk ez a Tundra. SR-25. NATO. Ja. Oké, meg ugye ő. ASVA. És ő hozzá van. Az ASVA-unkhoz van. Rengeteg magazin és rengeteg lőszer. Egyelőre őt kidobjuk, őt betesszük ide. Így. És akkor ő lesz az elsődleges fegyverünk, ő bele nincsen lőszer, és akkor még őt valahova beszorítsuk. Elég komolyan néz ki. Csak kidobáljuk, ami nem kell. Jó. Kilenc, 19-es ronc nem kell. Vagy legyen nálunk egy adag? Százas adag legyen nálunk, hát ha. Szóval ebből is kidobok, így. Minek ennyi? Felesleges, elég a 80. 9x30, 9-es, 9,19-es, ez sem kell. 5,45x39, ez mit használ? Ez is 308-at? Ez sem kell. Shotgun lövedéket egyet megtartunk. Oké. 380-as nem kell. És akkor ennyi, ugye? Lapua. Hát egy olyan lapuát jó lenne talán, egy kis lapuát. Rengeteg ilyen lőszer van, ami pont kell a fegyverünkbe. Oké. Okay. Vertical grip.
Sniperbe való ez is. Csejtek taktiká. Military long range sniper. Az igen. Jó. Kajálunk is egyet. Legalább a hely megmarad. Pont a lapuának a történje. Van már egy pár bilétánk. Azt tudi. Blue Farm. Mindegyik május elsőn? Nem. Ez a csáó április 23-án kezdte ezt a karaktert. Mondjuk nem tudom, hogy számolja el most, én nem lépek be, egy hónapig után belépek, hogy ott gondolom onnantól számolja, ugye? Úgyhogy nem biztos, hogy folyamatosan játszott április 23-tól. Rengeteg olyan cucca van, amit lehet nem is fogok használni. Ezt is kidobom. Gondolom Bambi korától. De cédula, nem tudom, gyűjtögetem, és akkor törött tök komoly lesz majd, ha megöl valaki. És akkor belenéz a táskámba, és akkor tele lesz törött tök cédulával, fogja tudni, hogy egy gyilkost végzett ki. Hú, megromlott a kaja. Ez igaz, hogy elvehettem egy hullától is, de... Szerintem most azért, mert ott egy hulla, nem fogja senki össze. Most én nem gyűjteném össze. Csak attól, akit megöl az ember. De teljesen mindegy, akárhogy nézzük, akkor is komoly. Én szerintem. Tök jó. Jó. Szóvalos. Meg kell sütnöm a húsokat is, mert mind meg fog romlani. Az összes meg fog romlani. Oké. Így. Ez baj már, amikor ennyi cuccod van, hogy bőség zavar. A bőség zavar. Boimer 60R. Ezt is kidobom, minek? Csak a helyet foglalja. Ezt a nyerszeg, nézzük ezt a fegyvert. SR 25. Jó. Ez jöhet, viszont... Lehet, hogy ezt használjuk majd ő helyette. Őt pedig... eldobjuk, vagy itt hagyjuk. Ez nagyon erős volt ez a fegyver, ezzel sok mindenkit megöltem. Igen, abban is 308-as megy, azért hagytam meg azt e helyett, és akkor őt fogjuk használni. Közelharcra őt... ilyen hangtompítós, úgyhogy ilyen zombikról, vagy valami, hogyha olyan sok megtámadna. De mondjuk nem vettem észre, hogy annyira sok zombi lenne. Jó, azt két... töltényt meghagyom, és akkor itt van az ászfalnak a cucca. Jó, M14. Kb. Ennyi. Még bekajálok még jobban. És akkor eltűnnek innen a kaják.
Elmegyek, megsütöm az erdőbe a húsokat. El kell menni, mert itt rengetegen vannak. Be lehetne kempelni ezt a helyet elég keményen. Most is ott feküdtem, ott szaladtak el mellettem. Észre is vették, hogy ott vagyok. Onnan megy a bum-bum. Így. Ó, nagyon király. Ez közel, ez jó lesz. És akkor neki milyen szkópja van? Nem tudjuk lecserélni ezt a szkópot? Hát, dehogy nem. Ez a szkóp, ez nagyon durva. Jó. Úgy nézünk ki, mint a Star Wars-ból katonák. Józsi a kapuknál, ja. És mindenkit megszívott. Úristen, meddig tölti. Oké. Húsokat nagyon gyorsan. Hát már ezeket nem is fogom tudni megsütni, ugye? Meg vannak romolva. Na jó, akkor menjenek innen. Mondjuk ezekkel még nem látok. Ja, még ezek nem romoltak meg. Ezeket gyorsan meg kell, hogy süssem. Jó. Utás. Kicsit messzebb megyek innen a katonai bázistól. És akkor megsütöm ott. Nem tudom megsütni, mert a zsír is megromlott. Jó, akkor eldobjuk. Valaki oda akar építeni egy olyan rácsot. Majd valami állatot lövök le. Jó, az így, szerintem így ez így a legjobb. Oké, még azt megnézem, hogy ebbe a tárba mennyi tudok-e még tölteni rá. Hol meg tudok tölteni rá, oké. Más nem jó hozzá, azt mondja a SR25. Nem 14, nem. Jó. Ó, az igen. Az nem semmi. Itt puffogtatnak meg mindig.
Az mi? Kivágott fa. Szívesen benéznék ide. Az a baj, félek, mert annyian vannak itt, mint a bront. Rodbent katonai bázisnál. Biztos, hogy vannak. Száz százalék. Jó. Boros. Gromada. Itt is itt van egy gromada, de viszont nincs semmi. Semmi nincs. Semmilyen épület nincs. Chardak Resort. Az mi lehet, ez a csárdekre szól? Oké, itt át kell vágnunk, úgy látom, a városon. Az nem jó. Ez nem a legjobb. Jó. Ez nem a legjobb, mert ott mindig valahonnan kilő, miközben most is onnan megy a lövöldözés, úgy hallom. A hídon kéne átmennünk. Ojoj. Azt szerintem nem a legjobb dolog. Szerinted kempelik a hidot? Nagyobb a valószínűség rá, mi? Nincs hulla a hídon. Hát egy hullát nem látok. Azt mondja, ó, hát onnan sok helyről tudják kempelni a hídot.
Hát az se jobb, ja. Úszás közben még fegyvert se tudok előrántani. Ú, de ferdém van. Ciao. Valaki átszaladhatna, hogy... Nagy bukszájú harcsa? Hát ez lehet. Jó, próbáljuk meg. Reméljük, hogy nem kempelik. Jó. Ja. Muszáj lesz. Ott a csúla! Ott a csúla! Ott csak meghalt. Valami. Oké, akkor itt átvágok így. És akkor tudunk menni. Tudunk menni, azt mondja, átmegyünk ide. Possestra. Onnan meg megyünk errefele. Lehet, hogy pont rossz felé jövök. Bum. De jó, hogy itt semmi nincs. Azt a kurveget itt vannak pont. Nem mögött a szarokat. Mit lőhetnek? Egymást? Egymást lőik, vagy csak így lövöldöznek jobbra-balra, mert... Lenne bent, Pecóba. Nem állsz már fel.
De jó, az admin most talál ki ilyen szerver. Szerver update-et. Ki fog dobni a játék. Hogy ne lőnek valahonnan. Valaki mászik ugyanúgy, mint én, a bokorba, vagy a szél újdogálja. Ez az állatkert, ugye? Valószínű. Egy pillanat, csak le kell tölteni azt a bánatos update-et, amit az admin most berakott. Azt mondja, hogy veszek el. Jó, elméletileg tudunk visszalépni. Mindjárt meglátjuk.
Jó sokáig tűnt. Elalszok mellette. Ó, mit csoda? Azt mondja, hogy... Igen. Jött ki, update. Akkor ezt megint meg kell néznem. Steamen jött ki valami. Info. Valami update van. Hát ezt nem hiszem el, pont most kell szarakodnia. Hát ennek lőttek. Nem írja ki konkrétan, hogy mi a bánatot kell update-elni. Nem értem, hogy ilyenkor miért nem automatikusan
Updateli maga a szerver a játékot. Aha. Jó. Info. De miért nem akarod letölteni? Bánat. Na, végre. Ez hülye. Hát nagyon gázos ez a launcher. Kinyír. Végre. 100 megát kell tölteni, Isten. Milyen sok dolgot javíthatott az admin. 100 megába. Oké, most már jónak kell lenni elvileg. 31-en vannak fent most, legalább nem kell várni. De viszont nem keressük tovább azt a csávót, aki ott lövöldözött, mert nem tudjuk, hogy fele tudott már lépni. Lehet, hogy nem tudott fellépni még. Úgyhogy
Jó, gyerünk innen. Nem vagyok itt. Hát alakulunk, azt lehet mondani. Vannak elég jó cuccaink. Kaját kell még gyűjtenünk. Megpróbálni nem, meghalni. Szerintem már a szakálunk is elég nagy. Ó, van ott szakál. Van ott szakálka bőven. És eddig jól telik. Most egy faszit kerestünk, de nem keresem tovább, mert volt egy server update. És nem tudom, hogy vissza tudott-e lépni. Úgyhogy egyelőre jól telik. Csak remélem, hogy itt nem fognak lelőni minket random bokorból. És van már pár killie is. De ezen a szerveren vannak dögcédulák, amiket összegyűjtöm. Hogyha valaki megöl, akkor lássa, hogy mennyi embert ölte meg. Cserno projekt? Az ugyanazok éjjak, amelyik ez a szerver? Ugyanazok csinálják? Mert ez meg ugye, ez is olyan projektes nevű cucc. Aha. Akkor ott is csináltok valami szerverre startot. Akarom próbálni majd az összes mappot. A maszk pályán játszottam többet, valószínű, hogy arra is vissza is fogok menni idővel. Csak már kell egy kis újdonság, mert brutális az a map. Nagyon brutális. Innen minél hamarabb ki kell jutnom. A lényeg. A Namaskon akarom megcsinálni azt, hogy Athéna 3-ba át tudjak menni. De még eddig nem sikerült. Hát nagyon sok most a Jóska gyerek. Nagy harcos az biztos. Á, nem lootolok semmit, nincs értelme. A nevelés, ja, a nevelés mit tett vele? Cserno itt is olyan nagy, mint az Arma 2-ben régen? Ugyanolyan nagy a térkép? Vagy ugyanaz a térkép egyébként? Mint az Arma 2-s változatban? Akkor ez komoly. Akkor azt vágom, hogy melyik map. Jaj, csipázom én is. Hát azon kezdtük, ugye? Az Arma 2-nél. Cernarus. Hello Tommy. Ja, a legnagyobb map, így van. Hát
Oké, kijutottunk a városból. Feljövünk ide. Possestra. Itt szétnézzünk. Kaja. Kaja pia, megtöltjük a vizes ballont. És... aztán... ha lesz időnk még, akkor ezt a militári kastélyt megnézzük, hogy majd a következő streambe. Hát, ne bántsátok egymást. Hagyd beszéljen. Lehet nem is. Lehet nem is. Ó, valaki lő. Valaki lő. Hoppá, ez mintha szemből jött volna, ugye? Ez ilyen bam bam. Itt a szembe jött volna. Valahol a bokorba ül. Ja. Hát akkor szerintem megvadítsuk. Tessék! És futás! Nem is biztos, hogy angol... angol egyébként. Csak... dörött sokan szeretnek angolul írni. Szerencsém van, hogy nem tudnak lőni az emberek. Mondjuk inkább nem mondom azt, hogy nem tudnak lőni. Nem, hogy lelőjön. Ja, oké. De tényleg nagy egyébként. Legnagyobb. Nem tudom, hogy utánam jönnek el, vagy sem. Persze, hogy nem ugyanaz, egyértelmű. De... ugye a mapp állítólag ugyanaz, úgyhogy... mappon ugye nem változtattak. Ez kurva jó. Na jó. Az a baj, én nem is láttam őket, hogy hol vannak, valahol ülnek a bokrokba, vagy valami hasonló. Ezt a szarvast meg kéne ölnöm, és akkor nem kéne kaját keresni. Tudnánk egyből menni arra a militári kastélyra. Valahol újra kell töltenem a fegyvert. Micsoda? Az az... ha gyűjtögetem, gyűjtögetem. Akit megölök, annak felveszem a céduláját. Jaj, amióta elkezdtem ezt a karaktert, azóta gyűjtöm. Egy darab van benne, mindjárt mondom neked. Kujót én öltem meg. Talán ez? Ja, nem azt is ő ölte meg. Tillman? Vagy... Shiva? Valamelyiket nem én öltem meg, és annak is felvettem. Úgyhogy egy az random. Azt nem én öltem meg, az meg volt halva. A többiek mellett. De már 8 embert. 8 embert megöltem, mióta a stream megy.
Ja. Be van vadulva a felseket lő. Nem bírják ellőni, csórikát. Mondjuk ez durva volt, hogy itt az erdőbe találkoztam velük. Hát nem akartam rámenni. Nem akartam rájuk menni, mert nem láttam őket, hogy hol vannak. Ők előnyben voltak, mert ugye ők láttak, hogy hol vagyok. És ketten is voltak, mert két különböző fegyverrel lőttek. A gránátot csak elterelésnek dobtam, hogy addig el tudjak menekülni. Lehet volt valami galuskába? Az lehet. Van itt füvesszig is ebbe a... ezen a mappon, ezen a szerveren. Elszívod a karakterre, és talán ne? Jó, talán ezen. És elkezd nevetgélni. Nem, nekik tényleg előnyben vannak, hogy ott bokorba ülnek. Usítanám meg őket egyébként. Tehát be kéne mennem abba a boltba. De csalódtam a boltokba. Nincsen semmi bennük. Remélem nem követtek. Nem azért, mert nem kedvesek. Nincs semmi a boltba. Nincs kaja. Okay. És eddig, ahogy bementem a boltokba, nem volt kaja. Hát, addig belerakjuk ezt. Meská. Kaján kívül mondjuk nekem nagyon más nem kell. Egy darab konzervem van, az meg édes kevés. Ugye a húsokat el kell dobálnom, mert megromlottak, sajnos. Hop, hop, hop. De azt hittem a sorozatba fog lőni ez a fegyver, de nem. Jó, hát most neki elég jó lootja lett. Elő kellett volna mennem a VS volt. Hát ez az. Nincs se fagyi, se hús. Én milyen kopasz betyárral lettem. Azt hiszem, hogy itt vagyok egyébként, közel ehhez. A military. Igen. Hát ugye itt haltam meg, nem megyek vissza, hanem ide tukba bemegyek, és tukból pedig át fog jön. Szerintem meglátja azt a marék dökcédulát és kiloggal. Az lehet, hogy megijed. Hey, man! Hello, man! How are you, my friend, man? Ah, friendly, yes. Hello, man, I just spawned my friend. Hello, how are you? Nagy formák ezek a játékosok. Goodbye. Goodbye, friend. Goodbye. Goodbye, friend. Ebből a játékban ez a jó. Ugye folyamatosan össze tudod gyűjteni ugyanazokat a fegyvereket, hanyan lettünk itt. Ugyanazokat a felszereléseket. Hát ott már valakinél van valami. Ja, találkozunk fél óra múlva fegyverre. Akkor már nem lesz friendly. Hamarabb kell találnom mindenki valamit.
El kell, hogy... Nincs semmi. Itt sincs semmi. Hey man! Hello! Ah, mindegy elszaladt. Be akartam neki mutatni. Hát, ha összeverekedett volna velem. Jó. Ez nem kell nekünk. Jó, tukba átmegyünk, azt hiszem, hogy erre kell mennünk. Ott nagyon jó cuccok vannak. Ott már egyszer voltam. Ott elég jó felszerelést tudtunk találni, úgyhogy megint oda megyünk, és akkor ezt a military kastélyt megnézzük tényleg. Hogy most ez micsoda. 10 perc alatt oda tudunk érni. Itt egy 10 perc gyűjtögetünk, reméljük, hogy nem lesznek. Csomóan. Jó, mert kezdem megismerni ezt a mappot is, és könnyebb, ugye... Hát van térkép, könnyebb tájékozódni. Jó, sajnálom azt a fegyvert, amit ugye ki kellett dobnom. Mert nem volt hozzá semmilyen lőszerem. Hát ha az van nálam, akkor én győzök. Ah, köszönöm szépen, köszönöm. Hát ugye most kezdtem nem olyan rég, úgyhogy még fejlődnöm kell nagyon sokat. Még nagyon sokat fejlődnöm kell. Még szeretnék egy komolyabb kamerát, és akkor így nagyjából megvan. Megvan, ami, aminek meg kell lennie. Jaj, jaj, tudom, hogy itt voltál. Meg még vannak mit állítgatni, csak nagyon kevés az idő. Nagyon kevés az idő. Fú. Így meló mellett ugye melózok is. Annyira kevés idő van erre az egészre. Ez valami eszméletlen. Jó, felé szaladok. Annyi, hogy itt is elég nagy távolságok vannak a két falu, vagy a város közt, vagy akármilyen military base közt. Ó, ez már a faluból jön. Hát a tegnapi orosz szerver az nagyon gatya volt. Az ott mindennel megpróbáltuk ölni, ugye? Volt náluk egy bicska már azzal is, úgyhogy az nem jó. Ez jó, mert így kezdő helyeken nem nagyon ölik egymást az emberek. Hát az nagyon. Itt láttam egyébként az MVSS felszerelést, remélem most is volt el. Kurva jó. Kurva jól néz ki az az MVSS felszerelés. Mondjuk, hogy itt sokan vannak, mert ugye itt van egy kezdő spawn. Igen, itt is van. Nagyon jó. És akkor itt ilyen safe-ek vannak, de nincs bennük semmi. Ez ugyanaz, mint ami rajtunk van. Egy cipő.
Menni kell együtt. Csak tudja, hogy hol vagyok. Hagyjál már. Nem hiszem el. Jó. Ne fázzon a kopasz feje. Kis fegyverrel lövöldöz. Ez meg... micsoda? És van benne 40. Ez igen. Hol van a kis fegyveres? Itt volt kint. Valamit lőtt. Meg kell találnom. Hey guys! Ember, mennyit rálőttem pedig. Tudta, hogy jövök. Fejbe kellett volna lőni. Akkor biztos, hogy meghalt. Testre lőttem, és lefarmolta a lövéseket. Megtaláltuk. Ó, még közelebb rakott ide a militári kastélyhoz. Na. Oké. Okay. Nem kell legalább annyit szaladnunk. Valahogy... mégis jól jött ki nekünk. Na nézzük. Lehet, hogy azért piros, én arra gondolok egyébként a neve, mert vannak NPC-k, amik megölnek. Megint az volt a baj, hogy nem néztem meg, hogy a fegyver automata vagy félautomata. Miért az egyik kastély? Tehát, hogy vannak NPC-k, akkor ki fognak lőni. Szerintem igen. Igen. Biztos, hogy kell, hogy valami jele legyen annak a pirosnak. Jó, a Taviános megvan. Azt is nyomhatjuk majd, az is kurva jó. Ja, meglátjuk, hogyha közelebb kerülök, hogy miért piros. Vagy annyira jó lenne a loot, de akkor meg mindenki itt lesz. Állítólag nincs trader. Lehet, hogy trader egyébként, de... azt írta a szerver, hogy no trader. Ó, milyen jó kis nisök. Jó. Hát NPC-k nem nagyon vannak.
Ezt nem tudom felvenni. Fegyvert adj, játék, fegyvert. Az már fegyver, azt tudja. Akkor itt vannak a... Ja, 140-es a táska. Itt vannak a legjobb cuccok. Nézd már, még kis ilyen fej van rajta. Milyen? Mi kell ebbe? 37,62x54. Hát ez pont nem az. Hát ez kurva jó, az a fegyver. Maradjon a fekete. Szerintem elég ez a kis táska. Nem? Túl nagy ez a táska. Ez meg jó. Ez kilátszik majd mindenhonnan. Ó. Maradjon ez. Egyelőre. Úgy látszik, itt lesznek a legjobb lootok. Azért van itt pirossal jelölve. 45. Ó, pont ilyen kell nekem, ugye? 54-es. Yes. Most már megvédeni is meg tudjuk magunkat. Az anyádat. Eseres. Ember. Itt vannak ám fegyverek. Eseres. És van benne négy. Ez milyen? Semmi autó. Ez meg szingle, egy lövéses. Muszáj ők megnézni a fegyvereknek a tudását, mert az előbb is amiatt haltam meg. Ugye azt hittem, hogy automata is sok... Ó. Itt mi történt? Uram? Valaki megölt? Tundra. Tundra az még jól jöhet nekünk.
Oké. Ez a maszk is. Jó, maszkhoz nem kell, azt csak kezdjük el. Pipe is. Oké. Ennyi. Hogy tudom váltogatni? M14. Igen, mindjárt megnézem akkor. Ilyen 14-es. Semmi autó, ilyen volt nálam az előbb. Ott szalad valaki. Hopp. Valaki miért rám lőtt ember. Milyen hangja van? Ennek van egy bum hangja. Nem tudom, hogy honnan lőtt, mert a szaladgát nem ő lőtt el. Azt tud király. Úgyis meg fogok halni. De jó hangja van. Mintha egy ostor lenne, csatt. Meg fognak ölni, és úgy is szerintem. Mindjárt ide szalad, és akkor meg a... Megint itt a kólámat iszogatom. Okay. Az baj, nem tudok még szaladni se. Elszaladni sem tudok. Az ott mi? Felszaladnák oda, ha tudnák szaladni. Valahonnan messzebbről lőtt. Hát lehet. Az baj, ki jök innen, egyből le fog lőni. Tudja, hogy ide bújtam el. Ja. Hangtompintós, fegyója. Nem hallom rendesen, hogy honnan lő. Kamu lövök, hogy azt így, hogy tudom, hogy hol van. Hát, hogy fűbe gubbasz. Valahol fent van, ugye? Én is úgy gondolom. Valahol fent. Gubbaszt. Jaj, ez meg nincs is semmink. Oké. Oké, töltődött vissza az életcsíkom egy kicsit. Meg így sem vagyok valami gyors. Gondoltam. Na baj, de legalább eljutottunk ide. Már ennyi, szerintem. Holnap korán kell kelnem, meló van. Már megint. Két nap múlva jövök, és akkor két napot megtolunk ezen a szerveren.
Jó kör volt, hát az előző meg nagyon. Az előző életem. Nem is tudom mennyit, vagy 3 órát. 3 órát simán végigélt a csávú, megölt vagy 8 embert. Ugye ez kurva jó volt. Ja, jó cuccai voltak. Csak mondom, ja, ezt meg fogom nézni, hogy melyik gombbal lehet állítani, hogy full automata legyen. És figyelnem kell ezt, hogy full automatára van-e, vagy semmi automata. Vagy ugye ez a single mode. Mert ugye én azért nem lőttem többet, ugye a főkori, ami ugye sokáig élt karakter, azért nem lőttem többet azzal a fegyverrel, azzal a, nem is tudom milyen fegyver. Ja, azt majd megnézem. Mert azt hittem, hogy automata, és akkor ugye rányomtam egyszer az egérre, csak egy lövedéket lőtt ki, még ő rám lőtt egy csomót. Úgyhogy ja. Nem baj, ezt is megtanultuk. Na de köszönöm, hogy itt voltatok. 2 nap múlva találkozunk. Úgyhogy addig jó pihit. Meg ilyesmit. Te mész melózni? Úgyhogy, hát gondolom mindenki megy melózni, te is mész gondolom, ugye? Na, lehet, hogy már nincs itt. Na, jó ét. Nektek is, neked is jó ét. Úgyhogy, sziasztok!